András Lászlóval, a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat vezetőjével már a tavasz folyamán bemutattuk a már akkor észlelhető csapadékhiánnyal kapcsolatos munkákat. Azóta néhány esős nap után afrikai eredetű forróság köszöntött ránk, ami növelte a társulat szolgáltatásainak súlyát. Jelenleg is a legfontosabb feladatunk az öntözés, illetve a mezőgazdasági vízszolgáltatás. Hát területünkön 3800 hektár szántóföldre szolgáltattunk július végéig vizet, 1000 köbméter per hektár átlagos vízfelhasználással. Hát ez ugye jó összehasonlítást ad mondjuk az előző évvel, ez azt jelenti, hogy másfélszeres a területet öntöztek meg, kétszer annyi vízmennyiség felhasználásával, mint tavaly. De hát ugye a tavalyi évet tudjuk, hogy ebben az időszakban már aszályosnak volt tekinthető, a tavaly előtti évvel összehasonlítva pedig azt jelenti, hogy a terület 3,5-szeres és 10-szeres vízmennyiség került felhasználásra a szántóföldekre. 1750 hektár rizsre szolgáltatunk vizet, hát a rizsvíz felhasználása is átlagosan elérte a 9000 hektár per köbméter felhasználást. A halastavakra 1640 hektáron 10000 köbméter per hektár felhasználással számolhattunk július végéig. Viszont ugye jelenleg is, következő napokban is forróság várható. A főművi vízszolgáltató, a vízügyi igazgatóság megemelte a főcsatorna vízszintjét a forróságra tekintettel 30 cm-rel, így hát jelenleg nincs olyan termelő, akit ne tudnánk kiszolgálni. Vannak ugyanolyan területek, ahol ellátatlanok a öntözési szempontból a területek, viszont hát itt összefogás kellene, mert a műszaki megoldás létezik az öntözővíz biztosítására, viszont hogyha kevés a termelő, kicsi a terület, akkor nagy lehet a fajlagos költség. A gazdálkodók újabb öntöző berendezéseket is munkába állítottak, új csatorna azonban nem került átadásra. Vannak újabb öntöző berendezéseik is, viszont hát a csatornák szempontjából hát új csatorna beüzemelésre nem került, a meglévő csatornáknak egy feszítettebb üzeme valósul meg, egy, hát ugye természetesen ez vonatkozik mindenre. A vízkormányzóknak sokkal nagyobb odafigyelést, sokkal inkább hosszabb munkaidőt igényel, a gaztalanításra ugye sokkal inkább oda kell figyelni, hogy tiszták legyenek a csatornák. Tehát ez a meglévő csatornáknak egy nagyobb igénybevételét jelenti. Karcagon ma már csak az indián rizst termesztik. A rizsföldek területe évről évre nem változik. Hát Karcag területén is található rizs, ez az indián rizs. A Cserhát Kft. Egyébként. Kíván vizet. Hát kíván vizet, ugyanúgy. Igen, igen. De azért mondom, hogy csak az indián rizs, ami található Karcag határában. A hagyományos rizsből a kisújszállási Nagykun Kft. Termel nagyobb mennyiséget. A többi kisújszállás határában a Nagykun Rt., aki a legnagyobb termelő. Ő még nem hagyott fel vele, hát ugye itt gyakorlatilag öröklődni is kell a szaktudásnak, aztán ott még van szaktudás, elég nehéz újra kezdeni. Egy viszonylag nagy költségigényű növény és nagy termelési kockázattal. Újabb határhasznosítási forma a halastó, ebből a nyár folyamán egy épült meg. Dr. Farkas Béla épített egy új halastavat, ez június végén elkészült. A határbeli műtárgyakat, a csatornák környékét munkás csapatok tartják rendben. A víztársulat az idén 150 fő közfoglalkoztatottnak ad munkát, munka pedig az újabb pályázati lehetőségek jóvoltából továbbra is biztosított. Jelenleg 150 fő közfoglalkoztatottunk van, akik ugye gaztalanítási munkákat végeznek. Hát ugye egyrészt a belvízcsatornák gaztalanítását végzik, másrészt ugye a növényzet eltávolítását az öntözőkből, műtárgyak környékén, illetve a műtárgyak karbontartását. Hát az ütemezésnek megfelelően haladnak a munkálatok. Hát ezen kívül, amivel az idén még számolhatunk, a kormány biztosított egy keretet víztársulatok számára. Egyrészt ugye a szivattyútelepek védekezésen kívüli üzemére,
amire hát úgy néz ki, hogy talán kapunk egy olyan 21 millió forintot az idei évre. Másrészt a kötelező fenntartására a pályázattal felújított műveknek. Erre egy olyan 23 millió forintra számíthatunk. Amellett ugye többször említettem már, hogy folyamatban van jelenleg Túrkevei, illetve kisújszállási területen csatornák felújítása. Ennek a saját erő részére 30 millió forintot biztosít. Úgy néz ki a belügyminisztérium. Reményeink szerint még augusztus hónapban meg tudjuk kötni a szerződéseket erre vonatkozóan. Az öntözőrendszerek folyamatos és alapos karbantartása fontos feladat, hiszen a felmelegedés az egyre gyakoribb csapadékhiány miatt az öntözés hamarosan stratégiai jelentőségű szolgáltatás lesz.